A magánszektor határozza meg egy ország sorsát, azonban mindenhez idő kell, mint ahogy a vállalkozói szerep egészének újra gondolásához is. Nagyon fontos, hogy a gyors profit helyett a hangsúlyt a jövőre helyezzük. A háború egyfajta lehetőség a nemzeti elit megtisztulására a fejlődés érdekében. Többek között ezek a tézisek hangzottak el Pavlo Sheremeta, Ukrajna volt gazdaságfejlesztési és kereskedelmi miniszterével tartott beszélgetésen, amit a Kárpátaljai megyei Néprajzi Múzeumban rendeztek a napokban. Az állami támogatás, a honvédelem és az önkormányzati igazgatás meccéspontjában dolgozunk, de fontos a magánkezdeményezés is. Enélkül nem lesz újjáépítés és korszerűsítés, hiszen ezt senki nem fogja megtenni helyettünk, hangsúlyozta Pavlo Sheremeta. Моя основна думка є в тому, що незважаючи на всі зараз великі очікування, які ми маємо до урядів. Minden elvárásunk ellenére, miszerint a külföldi kormányok támogatására számítunk Ukrajna újjáépítésében és modernizálásában, ebben végül a magánszektornak lesz óriási szerepe. Szükség lesz annak aktivitására, újításaira, ambíciójára. És ebben az esetben a többi régió mellett Kárpátalja és azon belül Ungvár szerepe kulcsfontosságú, mert itt nem kell elmagyarázni, mit jelent a vállalkozói szellem. Pavlo Sheremeta nagyra értékeli a vállalkozók tevékenységét megyénkben. Mint mondja, ennek elsősorban történelmi okai vannak. Az egyik a társadalmi sokszínűség. Valójában ez a különböző kultúrák fúziója, ahol általában nagyon jó új kombinációk születnek, ami egyben innovációt is jelent. Nagyon szeretném, ha a kárpátaljai vállalkozások országos méretű vállalkozásokká válnának, ha több nagy cég központja itt lenne. Ki kell használni Közép-Európa közelségét. Szeretném, ha az itt működő sikeres vállalkozások országos viszonylatban is nagyok lennének. Az év eleje óta megrendezett 5. nyilvános beszélgetésre a Reopen Ukraine kezdeményezés részeként került sor. Korábban Odesszában és Csernyivciben tartottak hasonló platformokat. A hallgatók számát tekintve még mindig van rá igény, mondta Roxolana Seketa, programfelelős. A projekt célja a mítoszok és sztereotípiák megcáfolása országunkról, naprakész információk megjelenítése Ukrajnáról, országon belül és külföldön egyaránt, megcélozva legközelebbi európai szomszédainkat. Tájékoztatni kell a közvéleményt a dolgok jelenlegi állásáról, kilátásairól, jelenéről és jövőjéről. Informális közösség kialakítása kell olyan emberekből, akik készek változtatni, készek részt venni az ilyen és hasonló projektekben, készek Ukrajna minőségi előmozdítására. A Kárpátaljai megyei Néprajzi Múzeumban már nem először zajlanak nyilvános beszélgetések. Akár akarjuk, akár nem, most a háború diktálja a feltételeket. Ezért minden nyilvános megbeszélés részben vagy egészében ma Ukrajna problémáira irányul. Múzeumunk kulturális, oktatási és tudományos kutatóintézetként szívesen csatlakozik az ilyen rendezvényekhez. Szívesen adunk teret ilyen eseményeknek. Látjuk, hogy nagy az érdeklődés az ilyen rendezvények iránt. A találkozón sok fiatal vett részt, akik tudatában vannak, hogy fontos szerepük van az ország fejlődésében. Ennek megfelelően szívesen meghallgatják a különböző területeken dolgozó szakemberek véleményét. Az előadó javaslatait az ifjúsági szervezetek találkozói megbeszélik, megvitatják a hatóságok és a területi kistérségek képviselőivel. Amennyiben a nemrég közzétett ukrán gazdaság élénkítési tervről beszélünk, abban nagy figyelmet fordítanak a lakosság különböző kategóriájának a gazdasági fellendülésben való részvételére, az ehhez hozzájáruló aktív kiegészítő programok létrehozására. Ilyenkor nagyon fontos, hogy olyan emberektől tanuljunk, akiknek komoly gyakorlati tapasztalatai vannak, amelyeket meg tudnak osztani
választani, hogy a fiatalok figyelmét arra irányítsuk, miként tudnánk többet segíteni hazánknak. A találkozó során az előadó kiemelten foglalkozott az új Közép-Európa gazdasági alapjaival, amelynek Ukrajna is része, valamint Ukrajna nyugati szomszédainak EU-s csatlakozásával, illetve a gazdasági reformok bevezetése során szerzett tapasztalataival.